Köszöntjük kedves nézőinket! Vítame našich milých divákov! Mai adásunkban tovább folytatjuk a kulturális ősz műsoráról szóló beszámolónkat. Továbbá választási hírek és jubiláns köszöntői szerepel összeállításunkban. V našom dnešnom vysielaní vás opäť informujeme o pokračovaní programov tohtoročnej divadelnej a kultúrnej jesene, ako aj o volebných aktualitách. Pozdravíme aj našich jubilantov. Sporthíreinkben a gútai cselgáncs találkozó és bajnoki labdarúgó mérkőzések eredményei kaptak helyet. Sportové správy obsahujú výsledky kolárovského medzinárodného stretnutia judistov a futbalové výsledky. Műsorunk második részében a nők versus férfiak játékos vetélkedőn készült felvételeinket nézhetik meg. V záverečnej časti nášho vysielania môžete vidieť zábery zo zábavnej súťaže ženy versus muži. Tisztelt gútai lakosok! November 15-én helyhatósági választások lesznek. Engedjék meg, hogy ennek kapcsán, mint polgármester és képviselőjelölt, röviden bemutatkozzak. Német Ivettának hívnak, 1962-ben Gútán születtem, a Pozsonyi utcába. Puruki születésű vagyok. Nagyanyám gyökerei Nagyszigethez kötődnek. Egyszerű munkás családban Kucsera Vince és Erzsébet gyermekeként nevelkedtem. Kora gyermekkorom óta ismerem a várost körül ölelő határt, diákkoraim nyarai a hagymaföldeken, tízárakba és a szövetkezet kertészetében legtöbbször munkával teltek, ezért együtt tudok érezni a becsületes, kemény munkát végző dolgos emberekkel. Szüleim a tenni akarásra, a tisztességre, becsületességre és alázatra tanítottak. Ezeket az elveket mindig szigorúan betartom. Az alapiskolát Gútán végeztem, a mai Korvin Mátyás alapiskolában, majd a Surányi Közgazdasági Középiskolába szereztem érettségi bizonyítványt. Felsőfokú végzettségemet tekintve közgazdászmérnök vagyok, tanulmányaimat sikeresen elvégezve nemzetközi diplomát szereztem a közigazgatási könyvelés és audit szakterületen is, valamint jogi diplomával rendelkezem. 1991-től családommal Purukban, a Podiavolinszka utcába lakom. Férjem németernő karbatartó és vízgazdászként dolgozik. Fiunk Robert gyártásvezető egy gútai magánvállalatnál. Kisunokám Kristóf 4 éves. Minden szabadidőmet vele töltöm, rajongással érzek iránta, érdeklődése elvarázsol, gyermeki őszintessége lenyűgöz. A város kötelékében több mint 20 éve dolgozom, végigjárva a ranglétra különböző fokozatait. Kezdve a könyveléssel, folytatva a főellenőri beosztással és a hivatalvezetői funkcióval, amit 2004-től töltök be. Az eltelt több mint 20 év alatt megfelelő tudásra és tapasztalatra tettem szert, ami biztos alapul szolgál polgármesteri funkció betöltésére, szakszerű ellátására. Thank you.
Egy olyan várost építünk, ahol jó nyugdíjasnak lenni. Ahol kikapcsolódást, gondoskodást, szeretetet kapnak azok, akik egy életen át ezért a városért, Gútáért dolgoztak. Egy fiatalos, lendületesen fejlődő város szeretnék, ahol gyermekeink biztonságban, lelkileg tiszta környezetben nőhetnek fel. Egy olyan várost, ahol a sport és a kultúra nem csak a fiataloknak, hanem minden egyes korosztálynak szinte napi igénye. Naponta hallani a jogos kéréseket, kevés a parkoló, javításra várnak a járdák. Jó volna már egy kerékpárút is a városon áthaladó főút mellett. Ez valóban így van. Ezek a gyalogosokat és a kerékpárosokat érintő kérdések is megoldásra várnak. A közhasznú munkások segítsége itt is jól jöhet. Szeretlek, Gúta! Gyermekeink számára biztosítanunk kell, hogy modern és korszerűen felszerelt intézményekben tanulhassanak. És küzdeni fogunk azért is, hogy pedagógusaink szakmai elismerése mellett megfelelő anyagi díjazásban is részesülhessenek. Nem az a kérdés, mit tehet értem Gúta, hanem az a kérdés, mit tehetek én városomért, Gútáért. Eddig is sikeresen pályáztunk oktatásügyi intézményeink felújítására, a közterületek újjáépítésére, valamint a beli és árvízvédelmi rendszerek tökéletesítésére. Szeretnénk megtartani városunk zöld arculatát, mert jól leső érzés hallani az ideérkező vendégektől, hogy milyen szép zöld a városotok. Mindenképpen pénzforrásokat kell találnunk a helyi úthálózatunk megjavítására. Van jó néhány olyan útunk, amelyre új aszfaltot kell húzni. A közvilágítás teljes felújítása reményeink szerint 2015-ös évben megvalósul. Már most több terv, dokumentáció, tervezet létezik, amely biztosítja, hogy Gúta városa a következő időszakban sikeresen pályázhasson Európa Uniós pénztámogatásokra. Már van két kerékpárutunk. Jövőre a Kis-Duna melletti töltéskorona vár le aszfaltozásra. Így kötjük össze a két hidat és a vízimalmot. Az egészségügyi központ továbbfejlesztése elengedhetetlen, korszerűsítettük a várótermeket, és azon dolgozunk, hogy egyre több szakorvosi rendelő kapjon helyet városunkban. A Sport és Ifjúságnevelési Bizottság elnökeként én már 20 éve koordinálom városunk sportéletét. Sikerült elérnünk azt, hogy városunkban színes és eredményes sporttevékenység folyjon. A jövőben elsősorban meglévő sportlétesítmények modernizálásával, illetve újak építésével szeretnénk mind az egészségmegőrző tömegsportnak, mind pedig az eredményes versenysportnak valamennyi feltételét megteremteni városunkban. Az árvíz és belvízvédelem területén már sokat haladtunk előre, de még jó néhány év és sok segítőkész kell ahhoz, hogy fölkészüljünk a megváltozott éghajlat szélsőséges jelenségeire. Ehhez pedig kell egy jó csapat. Okos döntéseket hozó önkormányzat, képzett és összetartó hivatal. Városi vállalatok, ahol a vezetéstől kezdve mindenki, a szakmunkásokig pontosan érti és végzi a dolgát. Egymást segíteni. Ez a siker kulcsa. Szeretlek, Gúta! Élt közöttünk egy becsületes, jólelkű, őszinte képviselő, aki minden erejével és tudásával a közösséget akarta szolgálni. A tenni akarás és az eredményes jobbítás szándéka vezérelte őt. Elsőként vele tudattam szándékomat, és úgy gondolom, ez nem volt véletlen, hiszen belső ösztönzésünk és javító szándékunk ugyanaz. Engem sem a hatalom vágy, hanem az őszinte tenni akarás vezérel. Gútáért és lakosaiért akarok tenni, tiszta szívemből, felajánlva tapasztalatomat és tudásomat. Nem szeretném említeni azokat a célkitűzéseimet, amelyek megegyeznek másokéval. Ezeken a dolgokon felül a következőket szeretném megvalósítani. Egy újfajta gazdálkodási mód bevezetése elengedhetetlen ahhoz, hogy a város pénzügyi helyzete megerősödjön.
Fokozatosan be kell vezetni a város vállalkozási lehetőségeit, új munkahelyeket teremtve. Ki kell használni a helyi lehetőségeket, a megtermelt áru értékesítését, kialakítva a gótai termelők és kisvállalkozók üzletházát. A városi hivatalnak a lakosokat kell szolgálnia. Gazdálkodását nyitottabbá kell tenni a lakosok felé, kihasználva az elektronikus hírközlést. Lakossági fórumokat szervezni az aktuális problémák megoldása érdekében. Fokozatosan felújítani az utakat és a járdákat, és a városközpontba parkolókat kialakítani. Meg kell oldani a közlekedés biztonságát, akár közlekedési táblák elhelyezésével. A külterületi utakat pályázati pénzekből fel kell újítani. Tovább kell folytatni a felvizek elvezetésének megoldását. Keményen fogok fellépni a csörgői szivattyú újraindítása érdekében, kihasználva az összes tárgyalási lehetőséget. Az erdőgazdálkodás területén belül megragadok minden pályázati kiírást. A beltéri erdőrészek cseréjével új építkezési területeket és pihenőparkokat tudunk majd kialakítani. Támogatni fogom a vadász és halász szervezeteket. Az állami szervekkel karöltve visszaszorítani a drogfogyasztást, megerősíteni a járőrszolgálatot önkéntesek bevonásával. Kihelyezett rendőri körzetet alakítani a Dankópista telepen. Temetőben információs táblákat kell elhelyezni, amelyeken számmal és névvel lesznek megjelölve a sírok. Fel kell építeni egy korszerű ravatalozót, megfelelő nagyságú beltérrel, a kornak megfelelő kulturált körülményekkel. A Szent Rozália Kápolna Parkot átláthatóvá kell tenni egy esztétikus, alacsonyabb kerítés megépítésével az értékek megőrzése mellett. A Városháza előtti szökőkút felújítása és a Kultúrház előtti tér rendezése terveim között szerepel. Fontos egy korszerű, fedett piactér kialakítása. Nem feledkezett meg viszont Purukról és Abeszénről sem. Ezen részek fejlesztését is szorgalmazni fogom. Fontosnak tartom a városban működő kulturális és egyéb szervezetek részére egy közös szervezetek házának létrehozását. Meg akarom alapítani a gótai értéktárat a helyi jellegzetességek megőrzése érdekében. Tovább kell folytatni az iskolai intézmények és a tájház felújítását. Megkeresni a támogatási lehetőségeket a focipálya öltözőinek és a lelátó épületének befejezésére. Új bicikli utat létesíteni, tovább folytatni a holtág mentén, pihenőparkok kialakításával. Gördeszka és motocross pálya létrehozását fogom szorgalmazni a fiatalok számára. Meg kell oldani a magyar tannyelvű speciális iskola elhelyezésének kérdését. Segíteni fogom a helyi egyházak működését. Elengedhetetlen egy személyi lift kérdésének megoldása és az orvosi szolgálat bővítése és modernizálása. Egy krízis-centrumot szeretnék kialakítani pályázati forrásból, amely a családi erőszak áldozatainak képes azonnali ellátást biztosítani átmeneti szállással. Az idős emberek számára elektronikus segélyhívó szolgálatot kell biztosítani. Szeretném elérni, hogy Gúta városát egy nagy család életéhez lehessen majd hasonlítani, hogy a lakosok úgy érezzék, a polgármesteri hivatalba hazaérkeznek. Kérem, bízzanak bennem! És én nőként fogom bizonyítani,
hogy őszinte tenni akarásom, kitartó munkabírásom segítségével, és közösen önökkel egy családiasabb, gazdagabb, biztonságosabb, élhetőbb és emberközelibb várost építünk. Ez a város megérdemli azt, hogy egy tenni akaró, tapasztalt, megfelelő végzettségű polgármester vezesse. Aj minulý týždeň bola bohatá programová ponuka divadelnej a kultúrnej jesene. V pondelok v rámci maďarských občianskych večerov odznala prednáška Gábora Géciho, zakladateľa hnutia a dediny MAG. Az elmúlt héten újra gazdag volt az idei színházi és kulturális ősz kínálata. Hétfőn a Polgári Esték sorozatában Géci Gábor, a MAG mozgalom megalapítója tartott előadást. Egy családban van egy hibás minta, akkor az húzódik generációkon keresztül. Most ez teljesen mindegy, hogy ez most egy alkoholizmus, vagy csak az, hogy az anya nem tud mit kezdeni a gyerekével. Hát hány családban lát, hogy megszületik a gyerek, és az anya valamilyen szinten tudomásul veszi, de azt a női védelmet, azt a női sátrat, amit csak egy nő adhat az egész családnak, az képtelen adni. Miért képtelen? Mert már ő sem kapta meg. Szerdán Vlagyiszlava Plavcsíková Felvidék, Horná Zem című dokumentumfilmjét vetítették a VMK-ban. V stredu bol v Mestskom kultúrnom stredisku premietnutý animovaný dokumentárny film Vlagyiszlavy Plavcsíkovej pod názvom Felvidék, Horná Zem. Péntek este a nők és férfiak játékos vetélkedőjén szórakozhatott a közönség. Erről a rendezvényről adásunk további részében láthatnak többet. V piatok sa konala v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska zábavná súťaž Ženy versus muži. Ďalšie zábery môžete vidieť v záverečnej časti nášho vysielania. Kolárovské rozprávky zo života pod týmto názvom sa konalo v sobotu popoludní stretnutie generácií. Predstavenie knihy, ľudová hudba, rozprávky v podaní Andráša Bereca, priateľská diskusia, toto všetko bolo na programe za spoluúčinkovania folklórnej skupiny Čemadoku Kikelet, skupiny Három Patak a neziskovej organizácie Tandem. A projektünknek a cél az volt, hogy beszélgessünk, és jutassuk a köztudatba azokat az értékeket, ami összeköt bennünket, úgy, mint útaiakat, csallóközieket, vagy itt a szlovákiai magyarságot. Szombat délután Gútai életmesék címmel generációk találkozója zajlott. Könyvbemutató, népmese, Berec András mesemondó előadása volt programon. Közreműködött a Csemadok Kikelet néptánc csoportja, a Három Patak zenekar és a Tandem non-profit szervezet. Hogy valamikor egy tanító bácsi felragyogott. Itt nyugodtan abba is hagyhatnám az előadásomat, mert ez akkora dolog, mikor egy pedagógusnak jó kedve van. Te azért folytatod. Felragyogott. Na, nem szokáig, mert ajtóstól jött egy régi tanítvány. Egy jó tempós elég. Tanító bácsi, milyen hírt hoztam? Hát ha meghallja, ámulni fogsz, bámulni, értette? Mert az öreg azt mondja. Jó. Jó te. Hát jónak így általán jön, jó. Na fiam, akkor ez a rossz hír. Ez hasznos-e? Hát azt nem hiszem, hogy valakinek hasznos megyek. Na fiú, ez a rossz és haszontalan hír, ez igaz-e? Na, azt nem tudom. Most hallottam, de már mindenki erről beszél. Na fiú, akkor ez a rossz és haszontalan hír, tehát nem is igaz. Tud-e mit csinál? Szorítsd össze a
figyeljetek rám, mert a pontat is most jön, figyeljetek. Tehát még egyszer. Na fiam, tudod-e akkor mit csinál? Szorítsd össze a fogaidót, így nézd. S hallgass. Mert a csönd jó. Ami jó, az hasznos, s még az igazságnak se áll. Jubiláló házaspárt köszöntöttek a Városháza dísztermében. Domján Ferenc és Neje Mária házasságkötésük 50. évfordulóját ünnepelte. Szerkesztőségünk nevében kívánunk további szeretetben eltöltött éveket. V obradnej sieni mestského úradu pozdravili našich jubilantov, manželov Domjánových. Pán František a pani Mária oslavili 50. výročie svojho sobáša. Mene našej redakcie prajeme jubilantom ďalšie pokojné roky v pevnom zdraví v kruhu svojich najmilších. Kérem engedjék meg, hogy Guta város vezetése és a saját nevemben is gratuláljak ez a csodálatos jubilánhoz. Ez már nagyon-nagyon ritka manapság. És hát kívánok még sok-sok erőt, egészséget, boldogságot a családjuk körében, és sok-sok áldást. Emeljük poharunkat most önökre, önök kedves családjára, boldogságra. Sala Libreso v Mestskom kultúrnom stredisku bola dňa 23. októbra vo štvrtok dejiskom stretnutia kolárovských podnikateľov. Nasledovné zábery sú z tejto udalosti. A város maga is bekapcsolódhatna a vállalkozásba, ezáltal plusz jövedelmekhez jutna, és természetesen ezáltal szorosabb kapcsolatba kerülne a vállalkozói réteggel is. Gútai vállalkozók tartottak összejövetelt a VMK Libresso termében csütörtökön, október 23-án. Meg szeretném köszönni minden vendégünknek, külön Kucsera Istvánnak, aki hangsúlyozom még egyszer az ötlet gazdája volt ennek a fórumnak. 17 nappal a választások előtt kezdődhet a kampány. A választást megelőző 48 órában már tilos kampányolni, bármi módon befolyást gyakorolni a választókra. Felhívjuk a jelöltek figyelmét, hogy a Guta TV műsorában, illetve híroldalunkon mindenki számára lehetőséget nyújtunk a bemutatkozásra, elképzeléseik ismertetésére. Kérjük, hogy ebbéli szándékukat minél előbb jelezzék szerkesztőségünknek. A politikai hirdetések díjszabása az érvényes árjegyzékünk szerint történik. Volebná kampaň sa môže začať 17 dní pred samotnými voľbami a 48 hodín pred zahájením volieb je už zakázané akékoľvek ovplyvňovanie voličov. Vo vysielaní Guta TV, respektíve v našom teletexte, dávame priestor všetkým kandidátom na zverejnenie svojho volebného programu. Týmto žiadame každého, kto má záujem o využitie našich služieb, aby nám to čo najskôr oznámil, aby sme prípadné požiadavky kandidátov vedeli včas zaradiť do nášho vysielania. Cena politickej inzercie je podľa aktuálneho cenníka. Rövid híreinket a Korvin Mátyás alapiskola őszváró foglalkozásán készült felvételeinkkel zárjuk. Na záver našich krátkých správ sme zaradili zábery z jesenných radovánok základnej školy Mateja Korvína. Thank you.
Judo. V Kolárovskej športovej hale privítali v sobotu 208 účastníkov z 25 klubov zo Slovenska, Maďarska, Čiech a Švajčiarska z príležitosti Veľkej ceny Kolárova v žiackých kategóriách. Miestny klub s počtom bodov 54 sa umiestnil na 8. mieste. Získali 3 prvé, 1 druhé, 3 tretie, 2 štvrté a 2 piaté miesta. Pre mňa veľké prekvapenie, keď som videl vás, mladých športovcov, že prišli ste k nám do Kolárova v takom hojnom počte. To znamená pre nás, že asi v blízkej budúcnosti musíme prestavať tú športovú halu, je to pre nás malé. Cságáncs, szombaton négy ország 208 versenyzője mérte össze küzdőképességét a helyi sportcsarnokban. A helyi klub összesítésben a 8. helyen végzett 3 arany, 2 ezüst és 1 bronzéremmel. Én kívánom azt, hogy legyen itt Bhután mindenkinek egy csodaszép napja. Érjetek el jobbnál jobb eredményeket, természetesen sérülésmentesen. Érezzétek jól magatok, akik nálunk Bhután. Ezennel Bhútaváros Nadiát a judóban hivatalosan is megnyitott a nyilvánító. Steiner, Nikolaj, Austria, Tatami Cvaj, Sedlák, Slovakia, Steiner, Austria. Na jednotce sa pripraví druhý zápas. Latko Adam, Lukáš Bernár. Tatami 1 zvíťazil Suja. Na tatami 3 nastúpia Prúdkaj, Bratislava, Košťava, Prievidza. Tatami 3 Prúdkaj, Bratislava, Košťava, Prievidza. Pripravia sa na tatami 3 Németh Alexander, Bulgária, Orošláni, Gubien Mark, Kolárovo. Na jednotku sa pripraví druhý zápas supermini 41 kg. Lacko Adam Valanta, Lukáš Bernár, Mladosť Rimavská Sobota. Žombor, nehaď to fönn fogni, nehaď fönn fogni, nehaď! Győgyi Lakatos, Hungária. Tatami 2, vyťazil Steiner Austria za 10. Nastúpia nám na tatami 2 Solomon Vere. Na tatami číslo 3 nám nastúpi Németh Alexander Vindária, Gubien Mark Kolano. Tatami číslo 2, Solomon Vere, Trnava, Matúš Lantaj, SCU Bratislava. Pripravia sa na tatami 2, Kaščák Erik, Trnava, Gúr. Zvrškovec za 10 a nastúpia nám na tatami 2, Sadloď Prievidza, Got. Tatami číslo 3, nastúpia Košťál, Prievidza, Gutiermár, Kolárovo. Thank you.
Zsitnik Andrej. Na tatami 3. Tomáš Slašťan. Druhá výzva pre pretekára. Slašťan Nervus. Ešte labdarúgás, bajnoki mérkőzések eredményei. 4. liga, Tardosked Góta 2-2. Ifi csapat, Tardosked Góta 2-4. Területi második osztály, Bogyarét Csicsó 4-0. Őrsújfalu ifjúságfalva 3-1. Viszletki futballu, 4. liga, Tvrdošovce Kolárovo 2-2. Dorast, Tvrdošovce Kolárovo 2-4. Majstrovstvá oblasti 2. trieda, Bodzianské Lúky Čičov 4-0. Nová Stráž, Dedina Mládeže 3-1. A gótai előkészítősök 26-0 arányban lelepték a csicsóiakat. Prípravkári v nedelu deklasovali svojich rovesníkov z Čičova v pomere 26-0. Zápas Kolárovo B Sokolce sa po polčase 1-0 skončil absolútnou výhrou domácich v pomere 6-0. A járási első osztályban Góta B Lakszakálas 1-0-ás félidő után a hazaiak abszolút győzelmével zárult. Góta B Lakszakálas 6-0. Járási második osztály. Nagyszigeten a tabella második helyén szereplő Vágfüzesieket fogadták. A mérkőzés jó részt az idegek harcáról szólt. Az első fél időt a hazaiak nyerték 1-0-ra, 1-11-esnek köszönhetően. A második fél időben egyenlítettek a vendégek, és egy megítélt 11-esből vezetést is szerezhettek volna, de csak a felső léc rezgett meg a lövéstől. Nagysziget Vágfüzes 1-1. Veľký Ostrov hostil Vrbovú nad Váhom, ktorí sú na druhom mieste tabuľky. Počas nervózneho zápasu nízkej úrovne sa ujali vedenia domáci z 11. Hostia v druhom polčase vyrovnali a z penalty mohli získať aj vedenie, ale lopta sa len dotkla hornej žrde. Konečný výsledok Veľký Ostrov Vrbová nad Váhom 1-1. Minulý týždeň v piatok organizovali v Mestskom kultúrnom stredisku zábavnú súťaž Ženy versus muži. V záverečnej časti nášho dnešného vysielania môžete vidieť zábery z tejto nevšednej súťaže. Az elmúlt pénteken jó hangulatú, játékos, nők, férfiak vetélkedőt tartottak a VMK-ban. Mai adásunk befejező részében az itt készült felvételeinket nézhetik meg. Hölgyek, már előre kérdezettem a megérdemelt tapsot, úgyhogy... A biztos. A hölgyeket bemutatásával kezdjük, méghozzá az én tisztem azt, hogy bemutassam a hölgyek csapatkapitányát. A hozzám hasonló korúak és a tőlem idősebbek bizonyára emlékeznek még a Magyar Televíziónak volt egy olyan adásra, hogy Zsepp Tényi. Ahol Móka Miki minden adásban szólította a versmondó lányt, aki kilépett egy kis klubból, és minden alkalommal tudott egy fantasztikus jó verset találni és elmondani. Emlékeznek rá? Na most, hát a ma este hölgy csapatának, csapatkapitánya egy ilyen mai, modernkori versmondó lány. Elég, ha felhívjuk, ma már ugye nem szólítjuk hangosan, hanem mobiltelefonon hívjuk fel, és hogy mindig, minden esetben rendelkezésre áll, lehet ez bármilyen városi rendezvény, alkalom, esküvő, vagy névadó. A nők csapatkapitánya, Hajko Hajnalka!
csapattársaimat, szeretném, hogyha meghallgatnák a csatakiáltásunkat. Ha a lányok megszólalnak, itt a fiúk, elhallgatnak, ujjjá! Továbbá szeretném elmondani, hogy mi mindnyáján szeretjük a férfiakat. Biztos? De mivel a mai összecsapásban ők az ellenfeleink, na és a női büszkeségünk is megkívánja, mindenképp nyerni szeretnék. Az első csapattagom talán a legsokrétű az összes közül, hiszen elég hosszú ideje tevékenykedik a városban mindenféle területen. Emellett festő feleségként bármilyen szín ki tud keverni, még a férfiaknál is, ezért jobb lesz tőle tartani. Rigó Markolna! Egy vagány, belevaló anyuka, aki frissen sült feleség. Adi! Ennek ellenére vállalta, hogy harcba száll a férfiak ellen. Szabó Anita! A következő szőke csapattársam ma a tudásával, intelligenciájával és a humorával minden bizonnyal megcáfolja majd a szőkenős vicceket. Magita Judit! Csapatunk ring felelőse, az imént hallott csatakiáltásunk szerzője, aki életként még mindig a fiatalok közt érzi magát a legjobban, ezért van köztünk Domján Erzsébet. Újra egy szőke csapattárs következik. Tőle minden bizonnyal kellene, hogy tanuljuk a magabiztosságot, a talpra esettséget, csendes hangú, de annál inkább belevaló Kockás Beáta. Végül, de nem utolsó sorban, a csapatok legfiatalabb tagja, aki első ránézésre a legtörékenyebb, a legcsendesebb, de annál inkább szívesen vállalja a kihívásokat. A táncos lábú, Halász Anita. Hölgyeim és uraim, most pedig kérjük a férfiak csapatának bevonulását. Hölgyeim és uraim, a férfiak csapatkapitánya nem más, mint egy helyi vállalkozó, a divat őre, órák parantkező gyógymestere, sármos, beszédes, jó szervezőkészségű, vezértípusú játékos, Szabó Péter! És hogy mindez, amit elmondtam, igaz, most be is fogja bizonyítani, mert bemutatja csapattársait. Kívánok, minden tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, bemutassam a férfiak csapatát. A férfiak csapata tisztelje a szügyes hölgyeket. De ma, ezen a szép napon megmérhetünk egymással. Engedjék meg, hogy bemutassam őket. Az első csapattal ő úgy tudná jellemezni, hogy a tudás tolmácsolója, a kultúra, a sport és a magyar rendőrvállalat nagyharcosa, Samu István. A következő csapattagom nem más, aki
nem tanáskodik a földrajz területén, de viszont otthonosan érzi magát a komáromi előterületén. Varga Tamás! Ez az ember néha rombol, de nagyon sok szépet épít. A balak űzi, ha telik rá idő, de házi nyúlra sos elő. Szabó Csaba! A rend és a fegyelem évelőre, akinél nem szégyen a futás, mert rendszeresen megvérettet. Zsék Zoltán! Ez a csapattag a gépészek gyöngyszeme, a halak nagy ellenfele, a nagy pohóhorgász Kucsera István! Nem utolsó sorban, a szórakoztatás nagy jókere, a színházi élet fontos tagja, aki az alapokat a rocker életéből kapta. Tóth Lassa! Köszönjük szépen a férfiak csapatának bemutatását, és milyen is lenne a mai verseny zsűri nélkül. Aki ma este a döntéshozatal székeit elfoglalta, Gök Herrier, a Ku Klux Szlovákia Polgári Társulása elnöke. Hídenbári Márta, Városi Alkalmazott és a Szabadidő Központ alkalmazottja. Magiszter Szlovák Marian atya, plébános, iskola és peres. És Kis György, a mai est ötletgazdája. Az első versenyszámú az utcán elfelismerésed. A hölgyek kezdik a játékot, a játék lényeg a következő. Az első versenyszámban arra vagyok kíváncsiak, hogy a hölgyek vagy az urak ismerik jobban a városokat. A férfiak, ha annó sok körnek udvaroltak, akkor valószínűleg nagyon jól megismerték a város legelfogottabb utcáit is, viszont a férfiak sokszor elég felületesek, és nem biztos, hogy utca nevek szerint tájékoztatnak. No, majd meglátjuk. A hölgyek közül kiválasztott játékosnak a kezében lévő zöld, illetve piros cédulával kell majd jeleznie, hogy a felolvasott utcanév vajon Bhután megtalálható-e vagy sem. Értelemszerűen a zöld igent, a piros nemet jelent. 20 utcanevet olvasunk fel, majd a jó válaszért 2 pont jár, összesen egy csapat 40 pontot szerezhet meg. Hajnalka, most hozzá fontolok és megkérdezném, hogy ki lesz az a versenyző a csapatodból, aki erre a verseny számra felkészült, vagy meg kijelölt? Hát én úgy gondolom, hogy egy hosszú pályafutás áll az egyik csapattagom mögött, aki óvónéniként tevékenykedett, és minden bizonnyal minden utcából volt kis óvodása, ezért az összeset tudni fogja. Ő nem más, mint Tomján Erzsébet. Most kérlek a megkörítő időkörök szintet közepére. Vegye kezébe ezt a piros és a zöld kacsor, de mielőtt még megkikezdenünk ennek a játéknak, a kolléganőnek átadnám a szót, aki ott a közönség sorában szeretne valakit megszólalni. Igen, én itt találtam egy sármos férfit, akitől azt szeretném megkérdezni, hogy hány pontot szereznek a hölgyek ebben a versenyben, akkor, ha maximális lehetséges pontszám 40. Mi a mindje? A tippet fejezi, és majd amikor összesítjük, akkor meg. Meglátjuk, hogy igen, ezt a borítékot. Köszönöm. Nem szabad súgni, mert a zsíri ott ezt nagyon figyelik. És ez nem lenne teljesen sportszerű. Tehát még egyszer elmondom, felolvasod az utcelemet. Ha van ilyen gótán, zöld. Ha nincs ilyen gótán, akkor a piros. És ezt fogjuk nézni. Az első utca, Magyar utca. Magyar. Természetesen nincs gótán, úgyhogy járnak két pont a...
Lengyel utca. Lengyel utca Sicsi után nem szerű a választ. Cseh utca. Cseh. Újabb nagyszerű választ, mert Cseh utca angol után. Pozsony utca. Nagyszerű, helyes választ. Nagyszombati utca. Ez is nagyon jó, ki tudja a választ. Kassai utca. Nincs Gótán nagyszerű a választ. Újvári utca, vagy Érsekújvári út. Van nagyszerű a választ. Győri utca. Ez is van. Ki tudja a választ. Mester utca. Nagyon jó, ettől kiválóan. Kovács utca. Nincs Gótán. Nagyon jó. Mély utca. Van Gótán. Nagyon jó a választ. Széles utca. Nekem Széles utca nincs, az van bejelenve, nincs Gótán, te vagy? Igen? Igen? Széles utca szerintem Gótán nincs. Én szerintem ez helytelen válasz. Akkor zero. Tehát ezért nem jár a két pont. Hideg oldal. Van, nagyszerű. Meleg oldal. Nincs, nagyon helyes a válasz. Nap utca. Van, nagyszerű. Iskola utca. Ez is van, nagyszerű. Állomás utca. Van, nagyszerű. Úttörő utca. Nincs. Rabló utca. Rabló. Nincs van. Én érdekes lenne, mint a Rabló utcán. Építők utcája, van nagyszerű, szerintem nagyon jól látszott a elsőkor, nagyon nagy kapcsolatot van. Most pedig a férfiak csapatkapitányát kérdezem, ki lesz az a férfi a csapatból, aki ebben a versenyben részt fog venni? Az utca nevekben, igen. Az utca nevekben Zséj Zoltán. Zséj Zoltán. Akkor felkérem Zoltán, hogy ide. Én pedig lemegyek és keresek egy hölgyet, aki fog tippelni, hogy vajon az urak milyen sikeresek lesznek. Ön szerint a férfiak milyen eredményességet érnek el, egyen volt maximum. 40-et, teljesen, abszolút követlen a 16 férfiakkal szemben, megálltjuk. Olvasom az utca neveket. Ani Endre utca. Nincs Gótán. Jó válasz. Petőfi Sándor sor, vagy Petőfi sor. Kossuth utca. Helyes a válasz. Dózsa György utca, ismét helyes a válasz, nincs Gótán. Jánosi utca, Hárspa utca, igen, van. Akácfa utca, igen. Diófa utca, igen. Bükfa utca, nincs, helyes. Új utca. Igen. Öreg utca. Nincs. Jó a válasz. Kurta utca. Igen. Van. Hosszú utca. Igen. Van. Fő utca. Igen. Van. Felső sor. Igen. Van. Közép utca, nincs, helyes. Alsó utca, igen. Vadász utca, igen. Halász utca, igen. Erdő utca, igen. A
Most ismét a férfiak csapata fog vetélkedni. A vetélkedőnek címe Most mutasd meg! Ebben a vetélkedőben két játékosnak kétszer-két feladványt kell elmutogatni a csapatának, és a csapatnak két percen belül kell kitalálni az egyes feladványokat, amiért 5 pontot szerezhet, tehát összesen 20-at. Érthető? Érthető. Nagyon jó. Akkor felkérem a csapatkapitán által megnevezett játékost, aki majd kihúz egy borítékot, amelyben vannak a feladványok. Én pedig kérném a zsűritől a borítékot. Segítőket értek le a borítékért valaki? Az első csapatka Sabó István, a második pedig Varga Tamás. Igen, köszönjük. Ebben a játékban nincs ráadás, de ha a hölgyek esetleg kitalálják azt, amit az uraknak nem sikerül az alatt az időszak alatt, akkor versenyek idő természetesen megmondhatják majd a helyesen. Akkor meg van beszélve, a csapattárs látta, zsűri fel van készülve, akkor felkészülni, vigyázz, rajt lehet mutogatni. De beszéd nélkül, mit jó? Verbalitás nélkül próbáljuk meg ezt a feladatot csinálni. Valamit.
zsűrit, belefértünk az időbe. Rendben van, mennyi pontot ítél meg a zsűri? Maximális pont száma. A következő játékban a hölgyek ké lesz a főnök, méghozzá annak a játéknak a címe az, hogy meglepi. Az ellenfelet kell felismerni bekötött szemmel. A következő szórakoztató versenyszámokban arra vagyok kíváncsiak, hogy a hölgyek vajon mennyire figyeltek meg az ellenfél csapatainak a játékosai, mennyire rögzülvenék a ké a férfi csapat egyes tagjai. Mindezt hamarosan megtudjuk, hiszen bekötött szemmel kell felismerniük az ellenfél tagjait. Kérdezek olyan, hogy ki lesz a csapatokban, aki erre feladatra vállalkozik? Hát a frissen sült feleség. Ez teljesen nyilvánvaló. Aki a szakmáját tekinti és a kezét használja, szóval lesz és jövő. Oké, Gyuri, tehát a kérdéseket pedig megírni, hogy sorakozzanak fel ide az asztal elé tetszőleges sorban. A segítőket viszont megkérném arra, hogy jöjjenek le ide egy kendőjér, és kössék be a litának a szemét. Kolléganőt azt én már megkérem, hogy teszteljen meg, hogy bizonyára, hogy biztosan elássa a versenyző. Érdekes idő, hogy milyen közélek készül. Nem tudja. Most akkor még egyszer megkérem a férfi csapat tagjait, hogy sorakozzanak ide fel az asztal elé, tetszőleges sorrendben, de én még azért meg fogok keverni a kártyát, mert én, akire rá fogok mutatni, az fog el a hölgy elé állni, és az lesz az első, és az a sorrend lesz, amit én tetszőlegesen kiválasztok. Jó, megkeveredtetek, férfiak? Hiába keveredtetek, én még jobban megkeverem a lapokat, hogyha teljesen mindegy, hogy olyan álltok föl. Rámutatok. De hogy mondom ki? Az a lányát szerint, persze. Időn túl, zsűri méri. Itt is 30 másodperc áll. Hát ez nem is sokat is krásványos, de ez egy helytelen válasz volt. Megkérjük az illetőt, hogy foglalja a helyét, tehát már ne zavarjuk. Ne zavarjuk össze, hogy kétszerűen azt szólítsuk. A következő játékos, aki az Anita elé áll, ez pedig a következő játékos lesz. Anita, nem kap, hogy van 30 másodpercet. Bőven van idő arra, hogy rájöjjük, hogy ki lehet az illető. Nagyszerű a válasz! A következő szerencsés vagy szerencsétlen áldozat. Persze. Már is lehet kezdeni. Nagyon jó! És már is lehet a helyére. A következő játékos. A középen állott kérem, hogy álljon a Anita mellé. Na. Na. Hajjanak is mélyek. Refinált a mélyek. Nagyon jó, jó, jó. Már csak kettő van hátra, és abból az első. Nagyon jó, nagyon jó, kívánok! És az utolsó, aki egyébként egy kis logikával, egy kis található, hogy ki az, aki kimarad, te parancsolj, álljál, amit elnéd. Álljál elő, tisztességesen játszunk. Nagyon jó, kívánok! Megkérdezem a zsűrit, hogy mi a végeredmény. 18 volt a maximális 20 pontból, azt hiszem, hogy nagyon nagy
labda dobálás következik. Itt minden versenyző játszik, és két labdát vehet át a segítőjeinktől, amiből arra következhetünk, hogy minden játékosnak két lehetősége van, hogy a labdát beledobja az elkészített edénybe. Az edénykét majd erre a piros jelre kérjük elhelyezni, és a sárga jeltől lehet beletartani, beledobni. Jó? Minden találatért 7 pont jár, így a csapat teljes találatáért maximum 28 pontot szerezhet. Most felkérem a férfi csapatot, sorakozzanak fel, és készüljenek el a dobáláshoz. Jó? Innen a sárga jeltől. A sárga jeltől fognak dobálni ide a kiskannába, vagy ebbe a helyébe. A zsűri álmos szemekkel figyeli a találatokat. Most meg méter rosszul a kezemet. Kettőnök, fantasztikus. Majdnem jó. Dobban el nem csalódik. Mellé ment. Beletalált. Amennyiben azonos színű kacsot emelnek fel, de az a válasz nem helyes,
ebben az esetben egy pontot azért kapnak, mert azért összhang megvan közöttük. És amennyiben azon a színű kiskacsot nyújtanak fel, és a válasz helyes, ebben az esetben két ponttal gazdagodnak. Helyesen mondom, zsűri, köszönöm szépen, és akkor megkérem a hölgy a csapatkapitányát, hogy jelöljön ki két játékosát. Szóval akik a kacsóikat emelgetni fogják, az egy korosabb, elnézés, egy érettebb és egy fiatalabb versenyző, Rigó Magdolna és Leszkés Jelen. Fussanak föl neked ezzel a kérdésekkel, vagy pedig egyszerűbb lesz, hogy már lesz előre. Köszönöm szépen! Én pedig még szeretném megkérni itt az egyik urat, hogy tippeljen, hány pontot fognak szerezni a hölgyek ebben a versenyszámban? Bízunk benne, hogy behozzák a lemaradást, úgyhogy maximum pont. Köszönjük szépen! Köszönjük! Azért hozzáteszünk azt, hogy nem lesz ez olyan egyszerű, nem olyan egyszerű lesz, mint az utca nevek esetében, mert azért a rekordok egyében egészen elképesztő dolgok vannak, tehát itt azért a sikertelenség azért eléggé, hogy is mondjam, benne van a pakliban. Na meglátjuk, akkor kezdjük. Az első kérdés. Igaz-e, lehet, hogy a leghosszabb papírlánc 4,33 km hosszú? Tehát a papírlánc, a leghosszabb papírlánc közel 4,5 km hosszú. Igaz vagy hamis? Tessék felemelni valamelyiket. Mind a ketten azt jelezték, hogy ez igaz, tehát egyforma színűt jeleztek, és a válasz igaz. Tehát két pontot! A következő állítás így hangzik. Igaz lehet-e, hogy a pirítósból elkészített legnagyobb mozaik képhez 11 000 pirítóst használtak fel? Én is most láttam először, azért csodálkozom, hogy nem ugyanak. Igaz lehet-e, hogy a pirítósból elkészített legnagyobb mozaik képhez 11 000 pirítóst használtam fel. 1, 2, 3. Egyforma színűt emeltek fel, de a válasz nem igaz, tehát egy ponttal gazdagodnak. Figyelem, a leghosszabb magyar szó 65 betűből áll. 1, 2, 3. Mivel különböző színét nyújtottak fel, tehát semmiképpen nem kapnak pontot, egyébként az állítás igaz, és a szó, amit most látok először, hogy elnézést, megpróbálom elmondani, hogy töredezettségmentesítőtlenítetthetetlenségtelenítőtlenkedhetetlen szó. Az ötödik kérdés, igaz lehet-e, hogy a világ leggyorsabb hullámvasútja képes 246 km/h sebességgel haladni? Figyelem, 246 km/h sebességgel. Jó meggondolva. Egyformát nyújtottak fel, de a válasz nem helyes. Egy ponttal azért gazdagodtak, mert sokkal a leggyorsabb hullámvasút a Wikipedia szerint a Kinda K, ami egyben a legmagasabb is a világon, elér csúcssebessége 206 km/h. Nem sok jelzik, de mégsem az. A hatodik kérdés. Igaz lehet-e, hogy a legdrágább domain név értéke 12 millió dollár? Ez a, tudjuk a számítógépeket, az internetes világban a domain nevekről van szó, de a legdrágább domain név 12 millió dolláros dollár ér. Igen, Barti? A válasz helyes és egyforma zónk kapcsolatban feltehát. A hetedik kérdés. Igaz lehet-e, hogy a labdarúgó világbajnokságon korn Brazília szerezte a legtöbb győzelmet. Gondoljuk meg, hogy Brazília a
eddigi labdarúgó világbajnokságokon Brazília szerezte meg a legtöbb győzelmet. Egyforma a zöld és helyes a válasz, két pont. Brazília minden világbajnokságon ott volt és összesen 72 mérkőzés. Lássák, a hölgyeknek annyi fotóval kell nézni a férfiak mellett, hogy ezt a választ is tudják helyesen. Igaz lehet-e, hogy a világ legdrágább italából egy palack 2 millió dollárba kerül? Tehát a világ legdrágább italából egy palack 2 millió dollárba kerül. Igen, vagy nem? Tessék! A válasz helyes és egyforma a színű. Száz éves érdemes után került az őt megillető helyére egy 24 karátos alapjában 6500 gyémántal készített állás palackban. A 9. kérdés, már csak 2 van hátra. Igaz lehet-e, hogy Lady Gaga rendelkezik a legtöbb Facebookos rajongóval? Tehát Lady Gagának lehet-e a legtöbb Facebookos rajongója? Igen, van nem? 1, 2, 3. A válasz helyes! 2 pont! És az utolsó kérdés, nagyon-nagyon szuperül szerepelnek a hölgyek. Igaz lehet-e, hogy a világ legdrágább festménye 220 millió dollárért kell el? 1, 2, 3. Egy ponttal a gazdagoknak, mert egy forma színét nyújtottak fel, de ez az állítás nem igaz. A legdrágább festmény 2011-ben 106,2 millió dollárért kell tele New York-i aukción, a londoni Tét Múzeumban látható. Köszönjük szépen a hölgyeknek, nagyszerű a szerepet! És egyben megkérdezzük a zsűrit, hogy mi a végeredmény ennek a versenynek. A hölgyeknek 15 pontot szereztek. 15 pontot, ezeket megadhatok. A következő versenyünk, miből lesz a gútai pletyka? Először a nők, és utána a férfiak fognak versenyezni. Bocsánat, kolléga nő, ezt a versenyt még először a férfiak körülményesekkel vezetnénk. Tehát a férfiaknak még ugyanúgy a kérdések, a rekordok, a kérdésekre válaszolni kell. Legalábbis az programok szerint... Nem, kérek szépen, ez egy másik helyen van. Hanem a történet.
Tehát, ha valakinek elcsúszik a történet, valamilyen történetből kiesik, akkor azt tessék kipordítani, úgy, ahogy azt a pregykában is kipordítják. Nem a szavakat mondják egymásnak, hanem történetet kívánnak. Pontosan itt is erről van szó, tehát történeteket kell átadni. Lényeg az, hogy minél jobban hasonlítsék természetesen az eredeti történetre, és a zsűri majd a negyedik játékos, a negyedik versenyzők után fogja értékelni, hogy az a szöveg mennyire volt hasonló az eredeti szöveghez. Ezt a játékot először a hölgyek fogják kezdeni, de mivel gyakorlatilag nekünk olyan nagy komoly technikai berendezések nem állnak a rendelkezésünkre, mondjuk mint a tévéstúdióban, mi ezt picit másképp csináltuk, mert ugye semmiképpen nem volna jó, hogyha azt a csapattagok hallanák, amit az előző csapattag elmond, tehát mi úgy oldottuk meg, hogy azon a csapat, mindkét csapatban azokat a játékosokat, akik ebben a versenyben részt vesznek, a segítők kikísérik a művészöltözőbe, ahol bekapcsolunk egy kellemes zenét, hogy tényleg is elolják művészöltözőt itt a színház teremben, mi hallatszik. Önöknek viszont nagyon jól lenne, hogyha hallanák, tehát itt kihangosításnak önállok meg egy eltompítás, illetve egy más zenével való elfedése annak, hogy értem is a hajnak azt, amit mi hallatszik. Tehát, először is megkérnénk a hölgyeket, hogy ki lesz az a négy személy, aki ebben a játékban részt vesz. Magita Judit. Rigó Magdolna. Remélem Erzsébet. És jó magam. Megszerzett. Tehát a négyeknek a négyes csapata megvan. De mielőtt még kimennének, megkérdezzük a férfiakat is. Így van, a férfi csapat kapitányt is kérdezem. Igen, a férfiaknál ebben a versenyszámban részt vesz Varga Tamás. Szabó István. Zsíri Zsoltán. És Zsoltán. Tehát a forgatókönyv szerint, mivel a hölgyek kezdik a versenyt, mind a négy megnevezett férfi kivonul, ott a hölgyek segítenek nekik, illetve a hölgyek közül három, az első játékos természetesen megmarad, mert ezt meg fogja hallgatni azt a szöveget, amit én nem fogok olvasni. Mi szeretnénk csata kiáltani, mielőtt kimegyünk. Nagyszerű, hát ez mindig belefér, szerintem. Székelyföldi kiruccanás első rész. A Gútai Molnár család apa József, felesége Mária és két gyermekük Ákos és Rebeka az idén nyáron kalandos utazásra szállta el magát. A 15 éves, de eddig megbízhatóan működő Skoda autójukat jól megpakolva hajnalban indultak el Románia felé. A Komáromi határátkelőn áthaladva útjukat Budapest felé irányították, majd innét összességében 2,5 óra utazás után Monor városa következett. Itt csatlakoztak hozzájuk kisik, Zoltán és Anikó, akik régi jó barátságot ápolnak a Gútai családba. Barátságuk még József és Zoltán az eltöltött közös éveiből származik, de azóta is életlenül tart. Kisék a nemrégiben részletre vásárolt Suzuki gépkocsinkban látta megkérdezik. A két család úgy tervezte, hogy még éjszaka beállta előtt elérik Székelyföldet. Konkrétan Marosvásárhelyre szerettek volna még szállni. De sok minden nem úgy történt, ahogy tervezték. Az ártán magyar-román határ átlépve először Nagyváradon váltak meg, ahol végig sétáltak a történelmi belvároson, majd leültek egy jó vagy emlőn. Közben az idő röpült, így rá kellett jönnünk, hogy sötétedés előttnek tovább Kolozsvára juthatnak el. Ezért úgy döntöttek, hogy átszervezik az egyébként sem kőbevések eltervezett programjukat, és az eredeti útiránytól eltérve a festői környezetben lévő Toronckon fognak
éjszakai szállást keresni magukra. Torockóra mérve jött a következő csapás, hiszen a rendeletesen gátyos úton Molnárék Skodája olyan mértékben rongálódott meg, hogy egy helyi szerelő műhelyre kellett azonnal vinni. Ráadásul a helyi idegenforgalmi irodában tájékoztatták őket, hogy 4 autóbuszt magyarországi kirándulót kellett elhelyezni a vendégszállásokon, így nem maradt szabad mozgásuk, de talán a helyi fogadóban tudnak valamit találni számukra. Hál' Istennek így is lett. A fogadós Juliska nénihez irányította őket, aki egy régi vízifalon mellett lakott. A személyes és kedves fogadtatás után, egy jó tál házi székely káposzta elfogyasztása után, a rusztikus bútorzattal ellátott szobában holt fáradtan feküdtek bele az ágyokba. Reggel jött a következő rossz hír. Az autót csak másnapra lehet megjavítani, így vagy maradtam még egy napig, vagy kölcsönautóval folytatják az útjukat. A maradásnál döntöttek, és milyen jól tették. Egy túranapot beiktatva megmászták a székelyeknek elnevezett sziklát, amelynek tetejéről csodálatos panorámát állott meg. Este pedig visszettek a helyi Dunaházban egy hagyományos borkóstoló és az azt követő táncasztal. Másnap elkészült az autó, az útjukat torta felülvették. A híres tordai hasadók végigjárása után Marosvásárhelyen pihentek meg, majd estére elérték Tamásiára szülőfalujába, Farkasvetára. Itt már igaz a széke vendégszeretett és semmihez sem hasonlítható magyar hangulat fogadta őket. A gyermekek hamar kidőltek, de felnőttek a szállásadó házigazdájukkal, együtt hajnalit bulogtak. Másnap egy kicsit másnaposan, kicsit meggyötörve megnézték a helyi nevezetességeket, legfőképpen Tamásiának a szülőházát, aztán folytatták nem kevésbé kalandos útjukat, székelyeket számtalan csodálatos és természeti és épített nevezetességek felé. Az összességében 10 nap alatt hihetetlen körülmények sokaságában gazdagodtak, de ez már egy másik történet folytatása legközelebb. Kérem szépen! Abszolút egyszerű, tényleg. Ahogy ígérte. És most megkérem... Én innentől kezdve nem segíthetek. Maximum megkérhetem az... Már itt is van az első verset, hogy hajj! Képzeld magad, hogy voltam a VNK-ban. Majd olyat mondott. Molnárék a 15 éves korával elindultak Romániába, Erdélybe. Igen, tudod, a János meg a Mária, a 2 gyerekük van. Igen, 2 gyerekük van, a Zoltán meg a Rebeka. Nem, a Laci van. Budapestig nem volt semmi baj, el is jutottak 2,5 óra alatt Monorra a haverokhoz. Monorra. Hát állítólag. Nem volt semmi gondolatom. Nem volt dugó meg ilyesmi. Tudod, már felépítették ezeket az autópályákat, majd egyszer nálunk is lesz. Zoltán és az Anikó, tudod, a József és a Zoltán azóta ismeri egymást, hogy az ELTE-n tanultak együtt. Igen, a János. A János. A József és Mária, igen, a kisdedak, a szülei, igen. Szóval mentek tovább, mentek, és
Marosvásárhelyen, vagy Kolozsváron, de a lényeg az, hogy Tordán, nem Torockon. Igen, Torockon kellett, hogy az éjszakát töltsék. Szerettek volna eljutni Kolozsvárig, de nem sikerült nekik. És hát ott meg hatalmas nagy baki történt, mert 4 autóbusznyi magyar turista volt felszállásolva, és ők egy pici fogadóba azért találtak szállást, marha jó helyen, borgoskodó is volt ez nap este. Igen, a Duna panzióban. Már néztem a Facebook oldalot, igen, jó volt is. Igen, elmegyünk egyszer. Főleg, mert finom a borálik. Mendegéltek tovább, miután kihozogott ki. Járos Mária Zoltán anyató és a két gyerek, Rebeka, meg egy kis fiú, akinek nem tudjuk. Feltételezem, hogy Lacika. Igen. Maradjunk elni, hát ha így hívják. Szóval, Torockó után Tordáig jutottak, ott van a hasadék. És hát az egy szép kis hely, úgyhogy elmentek túrázni. Fölmásztak. Igen. Utána tovább mentek Farkaslakára. Farkaslakára. Oda is eljutottak. Tamási Áram szülőfalúja. Csak estére értek oda, úgyhogy első nap csak elszállásolták magukat, a gyerekek nagyon-nagyon hamar mentek aludni, de hát a szülők megint mit csináltak volna? Piáltak a barátossal. Én most már pálinkáztak keményen. Másnap, amikor kihozanottak, megnézték a Tamási Áronnak a szülőházát, és a János, a Zoltán, a Mária és az Anikó. Igen, az Anikóéknak meg Suzuki van. Ez a még ráadásul nem kiszaptok, és már nem kellett javítatni. Úgyhogy hát, majd ha egyszer új autót akarsz menni, akkor inkább Suzuki kicskodál. Bár én a Skoda Mániás vagyok. Apukám törököttem. Na mindegy. Az a lényeg, hogy piros legyen. Ha kocsit vesz, hogy piros legyen, mert csak az jó. Az megy a körülnapunkhoz. Úgyhogy a lényeg, hogy megnézték a Tamási Áram szülőházát, és körbejártak a környéket. Nem Farkaslakán van, persze. És nagyon jól érezték magukat. 10 nap alatt, mert hát ugye ott ez a ledolgulás egy kicsit felkevert nekik a terveibe, de hazajöttek. De azt mondta a János, hogy ez nagyon bizalmas, csak neked mondtam el. Nagyon szépen megkért engem, hogy ne adjam tovább. Képzeld el, hogy van neki egy ismerős családja, a Molnár család, a Józsi, meg a Mária, akinek van 2 gyereke, Rebeka és Lacika. Elindultak egy szép napon a Skodájukkal, a 1000 éves Skodájukkal Romániába, Erdélybe. És úgy képzeld el, hogy budapesti nem történt velük semmi, mert hát sikerült még az autópályára is följutni neki. Mentek, igaz, hogy szalmogtak lassan, 60-70-en, mert az 1000 éves Skodával azzal nem lehet gyorsan menni, de főleg az autópályán. És mi történt velük? Átértek
Romániába, Erdélybe és Kolozsváron lerakolt az autójuk. Ott aztán találkoztak a barátjukkal, Anikóval, a kis családdal, Anikóval és akiknek kis a nevük, igen, kis a nevük, és azok segítették őket ahhoz, hogy eljussanak Tornócra. Tornóci.
lassan jöttek. Úgyhogy kérlek, hogy ezt ne hagyd tovább
Pest után. De 2,5 óra azt tudjuk. Rakjál bele őt, nem tudom is. Te és amint. Na, szóval, ott csatlakozott hozzájuk a kis család. Jó magyar család lévén Suzuki-val. Pontos dolog. De nem azt fogja elmondani. Na. Utána átment, mentek lefelé, határ felé. Amit jegyez meg, az a átmenni határát kelő. Jó. Utána Erdélyi körútjuk során az első megálló Székely udvarhely lett volna, de biztos, hogy ez a szó benne van. Nem az lett, mert elrabolta nem a Suzuki, a Skoda. Úgyhogy Molnár és szegények porul jártak, de ezen kívül még megmondom őszintén, mindig azt mondom, hogy a lényeg a fontos. Szóval Székely udvarhely, Marosvásárhely, Kolozsvár, ez tudti biztos. Torda 100%, hogy benne van. Farkaslakat a Mási Áron sírja, ez biztos. Van négy buszúj magyar turista, ami 100%-ot van. Négy busznyi turista, valami házba, turistaház, vendégház, díszes. Még nem? Micsoda? A kaput is mondja, mondja nyugodtan a kaput. Kapu is van, Farkaslaka is van, Tamásiát is van, Tordai Vasadék is van. Marosvásárhelyre visszamentek, Kolozsvár volt valami szituáció, de Marosvásárhelyre visszamentek, ez 100%. És utána folytatták, bevontak el, és mi annól volt, a gáztoriban nem volt. Na, a sír az van, ott a Mási Áron Farkaslaka, azt ne feled. És még ami fontos lenne, az azt talán, ja, de ez már ez egy másik kör. Én közben azért szólnék annyit a hölgyeknek a védelmében, hogy a hölgyek abszolút betartották azt, amit kértünk, hogy ez történet legyen. Tehát ne szavak felsorolásáról szóljon, hanem történet legyen. Ez azért figyeljük oda arra, hogy ha adunk át valamit, bizonyára mindenki hallotta, mert én ezt legelején elmondtam, hogy történetbe tessék foglalni az egészet. Tehát nem annyira a szavak a lényeg, és nem azt fogja a zsűri majd értékelni, hogy milyen szavak hangzanak el, hanem az a történet, mennyire keretekész és mennyire hasonlít az eredeti történetre. Úgyhogy Zoltán, mielőtt még folytatottad, próbálj történetet csinálni. Megérkezett a következő versenyző. Na, kicsit figyeljük. Ez egy olyan történet, hogy egy utai család, egy öreg Mannar nevezetű, vezeték nevű utai család utazik Romániába, Erdélybe. A család neve Mannaré. Mannar. Az apa az József, anya Mária, mind a Bibliában. Két gyerekük van, az egyik Rebeka. A maskat nem tudom. Átmentek a Maromá hídon, és vették az irányt Erdélybe. A Maromá, igen. És Pest után, durván 7,5 órára, Tom járta megint a frank nevét, egyeztetek valószínűleg, de Sakszol már Debrecen kérdés. Csatlakozott egy magyar család.
Nem mond semmi ellen érnek el. Akkor lehet, hogy ezt ne úgy mondtam is. Nos, szóval azt mondtak át állam. És azt a megalkogat több nagyvallóban voltak. Székelyvárhely, ez messzebb van. Otthon előtt Kolozsváron kezdték. Székelyvárhely. A Tordai hasadékon is keresztül mentek. És megálltak Farkaslaknál, Tamási Áron sírhelyénél. Farkaslak, Tamási Áron érzelődött. Ez is erdély is van. Na, szóval Tamási Áron sírhelyénél megálltak, Farkaslaknál, és Székely udvarhelyen voltak el Szalassalva, de ott voltak már erdélyi magyarok is. És lényegében a kirándulás valószínűleg itt ért véget. Talán nem mondta, de lesz, hogy visszajöttek. Kb. Úgy figyeltem, mint amikor a feleségem mondja nekem heti feladatokat. Köszönöm a Batyára! Szia! Szia! Köszönöm a Batyára, már kaptunk egy óriás feladatot. És akkor el is kezdem neked mondani, képzeld el, van egy család. Gútai. Tényleg. És azt mondták róluk, hogy Molnának hívják őket, de lehet, hogy történt velük Mészáros névváltoztatás. Maradjunk a Molnának, mert szerintem meg valószínű. És ez a Molnán Mészáros család, azt nem mondták, de Erdélybe szerettek volna eljutni. Mindenképpen Erdélybe szerettek volna eljutni, és a gyermekek nevét sajnos útközben okának elvesztése okán én már, mint igazoltató személy, nem jegyeztem meg. Tehát én nem jegyeztem meg, de ha minden igaz, akkor Komáromnál akartak elmenni Erdélybe. Most nekem gyanús volt, de tartsuk magunkat az információhoz. Tehát Komáromnál átmennek és elindulnak többen magukkal, tehát egy család. Azt hiszem két gyerekük van. Kettő. Az egyik, legyen úgy, hogy egyik fiú, másik lány, jó? Ez egészséges család, jó? Nekem kettő, de most maradjunk a Mészáros Molnár családnál. Tehát átmennek a határon, Komáromnál mennek Erdélybe. Ha jól tudom, hogy Zoli, hogy elmondta nekem, csak utána beszélek, akkor a szerencsétlenek Debrecenbe is megállnak. Debrecenbe, útba esik, még egy nembe is van, aztán valami nekem a malacra hasonlító, de kicsit keverő ártárnál tértek át, de valami ártárnál lett, ott akartak átmenni a határ mellébe. És az világos volt, hogy körbe akarják járni, hogy ez lejött a sztoriból, körbe akarják járni Erdélyt, ezt nem tudom, hogy Székely-Udvarhelyén kezdték, de az volt az első állomás, pedig ugye elég messze van a Székely-Udvarhely, aztán mondta nekem a Zoli, hogy voltak Tordai, a Tordai esetéknál, és ott is megálltunk, nagyon szép hely, és ha jól tudom, valami kis is belekeveredett a sztoriból. Aztán nem tudom, hogyan? Az volt a potyautas. Az volt a potyautas. Ő minden itt volt, ez tuti biztos. Tehát ismét velük volt. Székely udvarhely, Tolta. Aztán azt mondták, hogy körbejárták egész Erdélyt. Jaj, és találkoztak szlovákiai magyarokkal is. Erdélyben, ha jól tudom. Ez mondjuk, ez nem csodálkozom biztosan. A gútaik járnak sokat oda, úgyhogy valószínűleg találkoztak gútaiakkal is. Gútai mindenhol van. Tehát Székely-Udvarhelyen, tehát szlovákiai magyarokkal is, és képzeld el, fogsz csodálkozni, de erdélyi magyarokkal is találkozni. Ez egy érdekes.
És ha jól tudom, akkor azóta vissza is jöttek. Esetleg, hogy ő ez is életlenül a... Valahol a nézőtéren. Ezt nevezik annak, hogy hóhér kakasztja. Szia, Rob! Van egy osztó. Figyelj! Egy marosi mészáros, egy marosi nevezetű család. Mészáros, változtatja a helyét. Elindul Erdélybe. Igen ám, de Komáromon keresztül. És valami úton mondom, Debrecenbe kötöttek két biztos átállásra, hogy olyan érnek. Hol mentek át, azt nem is tudom. Tompán. Valahol ott a Békés, a Viharsarok környékén, valahol átadik, a betűzőtetáról, nem tudom. Mentek egészen, nem kézni vásár helyét, de tudom, hogy megálltak a tontai hasadéknál. Igen, és képzeld el, kiderül, hogy az autóban Pobjeda. Mert kb. Barna Pobjeda. Tudod, ami 50-es években gyakran járkál. Le volt függő. Nem. Egy neketes film, nem? Ne törődj el. Szóval, valami egy kint. Nem is keresett, hogy mondod. Ja, a Marosi itt a volt két gyerek. Szarra meg a Jessica papír. Mert ennek nem állották el, én keresztül. Szóval eltűntek a papírjai, a gyereket nevelik, ismeretlen. Na most a tordai hasadéknál vették ki a piknik kosarat. Mit látnak a csomagtartóban? Hát a kutyusat. Kis a kutyusat. Körbejártam egész Pávlét, és találkoztam felvidéki szlovákiai magyarokkal, ősoros erdélyi szlovákiai magyarokkal. Igen. A zsíros, szaktos vacsorákat rendeztek, és mondjam, képzeld el, szétek, meg átjelentek. Aztán elindulnak hazafelé. Hogy melegítek, azt talán ezt nem állották el, minden esetben a visszajött a kultára. Valami így röhögnek a nép. Azt hiszem, hogy hatalmas tartsatok megjelenek a főtünket is. Fókuszáltam, amikor hallgattam a két csapatnak a előadását, és bocsánat, uraim, eldöbbíték. Ezért a hölgyek nem tudtak gazdagodtak, 10 ponttal gazdagodtak. Én pedig felkérném a zsűrit, hogy miután a következő versenyszám lemegy, próbáljanak egy összesítést készíteni, hogy utána meg tudjuk kérdezni azt, hogy hogy állnak országilag a csapatok. Egyébként most is megmondom, hogy a jelenlegi állás, tehát a mostani 10 és 5 ponttal az állás a hölgyek vezetnek 90-81-re. Kedves nézőink, reméljük jól szórakoztak. Várjuk Önöket a képernyők elé a jövő héten is. Tiesi Meszenelváz, Apegyó Tisdjény, Dovidjénye!